Amint arról a szegedi hírekben már többször beszámoltunk, a három jelölt egyike a korábbi igazgató Kis Gábor volt. Pályázott még egy deákos tanár Gáspár Robert és Faragoklára a Klik kis tankerületének igazgatója. Mivel egyik sem nyert, és közülük senki sem bíztak meg, még átmenetileg sem, így az iskola szervezeti és működési szabályzatának helyettesítésére vonatkozó része léphetne életbe, vagyis a helyettesek láthatnák el az iskola igazgató tendőit. Ám a három igazgató helyettesből kettőnek július végén szintén lejártam. A harmadik pedig külföldön tartózkodik. Így padhelyzet állt elő. Kérdéseinkkel többször kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a KLIK Szegedi Tankerületét. Legutóbb azt válaszolták, hogy a döntés folyamatban van, de az intézmény vezetői feladatkörök nem maradnak ellátatlanul július 31-e után sem. Azóta három nap telt el, de a tantestület, a diákok és a szülők még mindig nem tudják, kitől várják az iskola kezdés előkészítését.